Köszönöm szépen, hogy sikerült elcsendesedni. Jó napot kívánok ezen a borús, esős délutánon. Tisztelettel, szeretettel köszöntök minden kedves megjelentett tanítható ünnepségünk alkalmából. Köszöntöm a tanulói ifjúságot, szüleiket, akik elkísérték gyermekeiket, munkatársaimat, kollégáimat. Köszöntöm az önkormányzat részéről Ferenci Andrásné képviselőasszony. Műsorunk első számaként énekeljük el a himnuszt. Thank you.
Sol, tinta, ceruza, rontom-bontom, kezdődik az iskola, csak atondom. Kora reggel rohanás, rontom-bontom, nem könnyű a tanulás, csak atondom. 10 percben nagy futkosás, rontom-bontom, torkok fájdul, ne kiállj, csak atondom. Zselje és vajas tenyér, rontom-bontom, múzsát szedhet az egér, csak aszontom. Énekóra, la-la-la, rontom-bontom, zen a terem ablaka, csak aszontom. Tornaóra, 1-2, rontom-bontom, leszakad a háztető, csak aszontom. Kintről benézek szamán, rontom-bontom, iskolába sose jár, csak azt mondom. A táborom végig megyek én, a kezembe kenyőt veszek én, a kenyővel véganítek én, elbúcsúzom nyár végén. Az iskolán végig megyek én, a kezembe könyvet veszek én, az osztályban első leszek én, meglátjátok év végén. Iskola, iskola, ki a csuda jár oda? A takács, a kovács, a kőműves meg az ács. A kardjával oda jár, kese lovon a huszár. Itt tanulta meg az ák és a matematikát, itt tanulta meg az ót, mennyit lárat hónapók, itt tanulta meg az ít, hogy a rózsa kivirít, hogyan írja le az út, s a Dunántúl csupa fó. Pörögtek az ők, az ők, mint a fényes közölük. Itt kezdte a hóember, jaj, de szép a december. Itt sütötte meg a pék, a legelső kenyerét. Itt tanulta meg a csőzt, mikor sárgul meg az ősz. Minden ember itt tanulta meg, hogy mennyit ér a munka, ét is, bét is, cét is, itt tanulok én is. Kinyújtom a kezemet, ha ugyan elérem a kilincset, s bemegyek, pirosan fehérre, körülöttem, barikában, kürtös-kürtös kobakok. Itt tanulta meg a halász is, készíteni csónakot. Itt tanulta meg az ák, meg a matematikát. Itt tanulta meg az ót, hogyan kutik a csuhót. Meg a dét, meg a tét, emberek becsületét. Öcskösöknek, ne legyenek szűkiben az ötösöknek, kívánjuk
tanárainknak, hogy bödrökkel, minket nyakon ünthessenek ötösökkel. Ha szűkölködünk megszolgált ötösökben, a tanév nekik se könnyű, de nekünk sem. Megint az üres jászolva nincses ökre, bámuljunk a meg nem szerzett ötösökre. Köszöntünkben csökönyös lép a sok ötös, mert szándékunk jól tanulni már örökös. Oly ismerős e táj, és fönn az égen a bolt, mely most kér alkonyi fehérem, hogy eltűnődve nézem, és faggatom magam. Hol is, mikor is láttam, s ujjongva felelek, amikor rálelek a válaszra. Tegnap egy iskolában ott dűlöngéltek, s éppen így az ága, ott kanyargott e cérnaszár patak. Ott terelte haza a kecske nyájat egy kisfiú a fehér bolt alatt. Ott szálltak rá a fűszára és virágra, aludni térő, vették, bogarak. Egy tanítónő mutatta e tájat, mint birodalmában úgy vezetett a bányatelepi új iskolába. Oly fiatal, még maga is gyerek, de arcán olyan kedves, szép komolyság, mint aki tudja, rábízva az ország, mert rá a gyereket, ő mutatta nékem tegnap a tájat. Egy kislány rajzált a fali újságon, s mit a felnőttek mosolyával néztünk, itt állok most az élő zúgó tájon. Mert olyan szép és nagy csodát tehet ceruza és ecset egy kislány kezében, élő kertet ír, és élő réteket, és füvet, és virágot ír a réten, és tücsögnótát, és alkonyatot, és fehér boldog az alkonyi égen. Tessék, aki nem res, föl, hungára, nem süt a nap a hasára. Hogy erre a műsorra készüljön. Természetesen köszönöm a felkészítő tanároknak, Burka Lászlóné, Várdai Irén és Ambrus János kollégáimnak. Ezek után felkérem Kertész Iván igazgató urat, tartsa meg tanévnyitó beszédét. Azért jövök elnézést, hogy az elsősöket lássam. Kedves vendégek, kedves szülők, tisztelt tanulmányosok! Engedjék meg, illetve engedjétek meg, hogy a két hónapos nyári vakáció végeztével a Gömelis János Általános Iskola minden dolgozója nevében szeretettel köszöntsem a résztvevőket, az 1999-2000 tanítító ünnepség. Ősvép évfolyamosok tudják, hogy a tanítító ünnepség nagyon szép ugyan, de ennél van egy szebb is. A tanévzáró ünnepély, nem sokat kell rá várni, 195 nap, 185 nap múlva el is el fog következni, ugyanis 10 héttel ezelőtt még a végzős 8-osokat búcsúztattuk iskolákból, és már is itt az utánpótlás a kis elsősök személyében, akik először lépték át annak az iskolának a küszöbét, melynek remélhetőleg 8 éven át tanulói lesznek, és második otthonuknak tekintik. Ők az új első osztályosok. Köszöntelek benneteket, szüleitekkel együtt. Szívesen fogadunk titeket tanulóinká, és egyben szeretnénk, ha mi hamarabb el tudnátok fogadni a iskolai életfotásait. Érdeklődő figyelemmel és értelmes tekintettel figyeljetek mindenkor a titeket, szeretettel fogadó tanítóinkat. Igyekezzetek szép betűformákkal megtanulni írni, pontos betűismerettel olvasni, gondos figyelemmel számolni, és természetesen szép és helyes magyarsággal beszélni. Becsüljétek meg szép új taneszközeiteket, tiszteljétek nevelőiteket, és szeressétek szüleiteket. Jó szívvel gondoljatok vissza az óvodára,
és a titeket szerető Kobi Lilibre. Jó tanulást kívánok nektek 8 éven keresztül. Szokás, hogy ilyen alkalommal az előttünk álló tanév fontosabb tennivalói közül, részben a változások miatt, részben pedig a jobb megértés és az általános tájékoztatás céljából néhány fontos elemet kiemelünk. Két első osztály indul, és az egész évfolyam azonos tankönyvekből, azonos módszer alapján fogja elsajátítani az olvasás, számolás, írás tudományát. Ezekkel a tankönyvekkel már a szülők is jobban boldogulnak, és hatékonyabban tudják segíteni csemetéjük fejlődését. Az új elsősök szüleivel ezúton közlöm, hogy a tanítónénik holnap délután 17 órai kezdettel megtartják első szülői értekezletüket. Én is ezzel a módszerrel tanultam meg olvasni, ami azzal jár, hogyha eltévesztem, mindig előre kell kezdenem, ezért kérem, hogy ne zavarjatok, mert mindig újra fogom kezdeni, és akkor nagyon sokan megyünk haza. Kedves szülő, kedves tanulók! Bizonyára mindnyáján hallottak már arról, hogy az előző tanévben hatályba lépett a nemzeti alaptanterv és az arra épülő helyi pedagógiai program. Miről is van szó? A kormány elfogadta azt az alaptantervet, mely előírja minden iskola számára azt a követelményrendszert és tananyagcsomagot, melyet műveltségi területeknek neveznek, amiket minden iskolában a helyi sajátosságokhoz igazodva meg kell tanítani. Ugyanakkor minden iskola a helyi sajátosságokat, szülői igényeket figyelembe véve alkotott egy olyan programot, mely az adott iskola profiljához illik, és tükrözi az ott dolgozó pedagógusok szakmai felfogását. Ebben a tanévben már az első, második, illetve a 7. és 8. osztályokban kerül alkalmazásra az alaptanterv. A későbbiekben továbbra is felmenő rendszerben folyamatosan. Sem a szülőknek, sem a tanulóknak nincs mitől félnie, az eddig megszokottokhoz képest semmiféle drámai változás nem várható. Tanulni azonban továbbra is szükséges, mert a minimum szintet el nem érő tanulóknak osztályt kell ismételniük. Ebben az évben 22 gyermeknek. Örömmel mondhatom ugyanakkor, hogy 25 pótvizsgára utalt tanulónk eredményesen vette az akadályt és felső osztályba lépett. Néhány esztendeje a felső tagozatban 5. osztálytól kezdve bizonyos tantárgyakból bontottuk az osztályokat a tanulói képességek alapján. Így teszünk ebben a tanévben is. Ez a gyakorlat a gyerekek érdekét szolgálja, mert képességeiket igazodó ütemben tudják elsajátítani az előírt tananyagot. A részletekről az érintett szülők a hamarosan megtartandó szülői értekezleteket kaphatnak majd bővebb tájékoztatást. A NAT bevezetése az iskolába járók számára bizonyos kedvezményekkel is járt, ami annak köszönhető, hogy olyan szolgáltatások megtartását írja el az alaptanterv, melyeket bizonyos időszakban nem tudtunk biztosítani. Örömmel közölhetem, továbbra is emelt óraszámban lesz módunk a német és az angol nyelvet oktatni 4. osztálytól kezdve. Óratervi keretek között nyújtunk lehetőséget a 7. és 8. osztályosok számára számítástechnikai, hivatalos nevén informatikai alapismeretek megismerésére. Öröm számunkra, hogy a nyár folyamán számítástechnikai tantervünk átalakításra, illetve felújításra került. Így holnaptól tágas, napfényes, bútorokkal és számítógépekkel berendezett szaktanterem várja a tanulókat. Ezúton mondok köszönetet a fenntartó önkormányzatnak, hogy lehetőséget biztosított számunkra a beruházás megvalósításához. Most adhatok számot arról is, hogy sok év után először teljes körű tisztasági mezelést végeztettünk épületeinkben. Parkettáink is fényesen csillogva várják a becsengedést, elért is sajnáltam, hogy most esik az eső. Nagyon kérek minden gyermeket, hogy megújult tantermeikre nagyon vigyázzanak. A piros iskola épülete is nagy változáson megy át ezekben a napokban is. A megrongálódott tetőszerkezetet szintén az önkormányzat hadhozó segítségével felújíthattuk. Ezáltal meg fog szűnni a folyamatos beállás. Ebben az épületben csak a fenti munkák befejezése után tudjuk a festést elvégeztetni. A MESZ dolgozói vállalták, hogy a tanítás nem zavarva, hétvégén fogják elvégezni a belső csinosítást, aki melyik hétvégén, az még sajnos nem tudom. Az iskola és a fenntartó önkormányzat tehát a maga részéről igyekszik mindent megtenni a tanulás optimális feltételeinek biztosítása érdekében. Ahhoz azonban, hogy jó eredmények születhessenek,
rendszeresen kell iskolába járni és szorgalmasan kell tanulni. El kell mondanom, hogy iskolai szinten javultak ugyan a hiányzások mutatói, de bizonyos tanulói csoportoknál nagyon magasak voltak ezek a mulasztási átlagok. Nagyon kérem a kedves szülőket, hogy csak rendkívül indokolt esetben járuljanak hozzá a gyermekük hiányzásához. Az igazolatlanul hiányzó tanulók szüleivel szemben szabálysértési eljárások beindítását teszünk kénytelenek kezdeményezni az önkormányzat gyárműgyi előadójánál. Remélem, ilyen esetekre nem fog sor kerülni. Itt kell megjegyeznem, hogy a kormány is igyekszik hatással lenni arra, hogy a tankötelés korú gyermekek járjanak iskolába. E cél elérése érdekében a családi pótlékot iskoláztatási támogatására változtatja a tankötelés kor időszakára. Bizonyára azt is tudják, hogy a családi pótlékot folyósító helyre el kell juttatniuk azt az igazolást szeptember 30-áig, mely gyermekük tanulói jogviszonyát igazolja. A szülők részére az osztályfőnökök fognak részletes tájékoztatást nyújtani, illetve a nyomtatványt átadni. Kérek minden szülőt, hogy saját érdekében a szülői érdekezeteken jelenjen meg, mert kipostázni nem áll módunkban. Augusztus 18-a és 23-a között négy munkatársunk, Hegedűs Józsefné táborvezető, Burka Lászlóné gazdaságvezető és kollégáik, Hegedűsné Varga Ilona és Hegyes Jánosné 34 gyermeken táboroztatott Fertődön. Mindnyájan tudjuk, hogy milyen bonyolult előkészítő és végrehajtó munkát igényel egy ilyen gyermektábor lebonyolítása. A siker érdekében tevékenykedők munkáját tisztelettel megköszönöm, és így jegyzem meg, hogy a táborban résztvevő gyermekek szülei részére a szokásokhoz híven szülői érdekezetet fognak tartani 6-án, hétfőn, 17 órai kezdettel. A tankönyvellátásról annyit tudok elmondani, hogy az élet a maga valóságában teljesen más mutat, mint amit a televízió képernyőjéről, illetve a rádió kiadásaiból hallhattunk, és önök is ezt megtapasztalták. Nyugodt és kiegyensúlyozott tankönyvellátásról beszélnek, miközben van olyan kiadó, aki mai napig nem teljesítette szerződési kötelezettségét, miközben az iskola január 31-én leadta megrendeléseit. A teljes körű árusítást csak a mai napon tudtuk megkezdeni. Valamennyi általános iskolás tanuló, illetve szülei a tankönyvek megvásárlásához egységesen 1700 forint támogatást kapnak központi forrásból oly módon, hogy ez az összeg levonásra kerül az adott tankönyvcsomag árából. Ugyanilyen eljárással támogatja a helyi cigány kisebbségi önkormányzat gyermekeiket 2000 forint értékben. Fel kell hívnom a kedves szülők figyelmét arra, hogy az önök által nagy áldozatok árán megvásárolt tankönyveket a gyerekek nem igazán becsülik meg. Tisztelet a kivételnek. Ahhoz, hogy a használt tankönyveket az alsóbb évfolyamok részére esetleg tovább tudjuk adni, az lenne szükséges, hogy a tankönyvek év végéig használható állapotban maradjanak. Kérem a tisztelt szülőket, évközben kísérjék figyelembe a gyermekeik iskolai felszereléseinek állapotát. Az előzetes igények felmérése alapján az új tanévben várhatóan, és azt kell mondanom, hogy sajnos egy napközis csoport fog beindulni. Hogy lesz-e második csoport is, az ma fog kiderülni a szülői befizetések alapján. A csoport létszámok pontosítása érdekében kérem a leendő napközisek szüleit, hogy az ünnepség után itt a gazdaság irodában, ahol munkatársaink várják önöket, szíveskedjenek a szeptember havi térítési díjat befizetni. Amennyiben napközit igényelnek, de most nem hoztak magukkal pénzt, akkor is jelentsék a napkönyvis igényüket, és legkésőbb hétfő reggel pótolják a befizetést. Továbbra is lehetőséget kívánunk biztosítani csak ebéd igénybevételére. Az ilyen jellegű elképzeléseiket is kérem jelezni. A napkönyvis térítési díjak befizetése továbbra is a hónap utolsó két munkanapja. Szeretném felhívni a szülők figyelmét arra, hogy a fizetés nem teljesítése a tanuló napköziből való kizárását mondja magunknál. Annál az egyszerű oknál fogva, hogy az iskolának nincsen pénze a szülő helyet fizetni. Kérem szíves megértését. Mint az jó néhány szülő előtt közismert, már kettő esztendeje egy magánzeneiskola kihelyezett tagozatot működtett Szivaknázán. Azóta sok-sok gyermekünk ismerkedett meg a különböző hangszerek csodás világával, és a tanultakat rendezvényeinken szépen kamatoztatták. Az előzetes adatok alapján ebben a tanévben is nagy létszámmal folytatható ez a harcos tevékenység,
Az idei jelentkezésekkel Mártai Irén tanárnyai nehezen fordulni. A zeneiskola vezetői kérik, hogy azok a gyerekek, akik eddig már zeneiskolába jártak és ott kaptak bizonyítványt, ezt a bizonyítványt adják oda a tanárnyai. A hagyományokhoz híven ebben a tanévben is lesznek olyan rendezvények, amelyek egyrészt a gyerekek szórakozását, másrészt különböző tantárgyakban mutatkozó képességeik megmérettetését kívánják szolgálni. Nem fognak elmaradni a sport és egyéb más versenyek sem. Érdemes lesz ezekre is jelentkezni, alaposan felkészülni, és a lehetséges legjobb eredményeket elérni, mert a tanév végén az elmúlthoz hasonlóan lehetőség nyílik arra, hogy a kamasztámasz alapítvány kuratóriuma külön is elismerje a tanulók jó és legjobb eredményeit. Külön kell szólnom a nevelőtestületben történt változásról. Baksáné Vince Erzsébet kolléganőnk családi okok miatt lakhelyet változtatott és megvált iskolától. Az ő munkáját Erdős Mihály úr matematika énekszakos tanár veszi át, aki nálunk matematikát fog tanítani. Új munkatársamnak kívánom, hogy érezze jól magát az Amelis János általános iskolában, és szerezzen neki örömet az a munka, melyet itt fog végezni. Végezetül ismertetem az osztályfőnökök, illetve az egyes osztályok idei beosztását. Első A osztály, Egyes Jánosné, első B osztály, Kulik Lászlóné, második A osztály, Kiló Józsefné, a második B osztály, Galgoszki Lajosné vezetésével fog működni a templom iskola épületében. A három harmadik osztály, A Bartán és Erudi Edit, B Berkes Imre és C Mucsi Lászlóné tanító a Piros iskola épületében tartanak. Negyediktől kezdve, mint tudjuk, ez az épület az egy hely mindenkinek. Negyedik A osztály, Jáger Beáta, emelet kettes terem, negyedik B osztály, Petrovszkiné Ruzemberszki Andrea, emelet egyes terem, ötödik A osztály, osztályfőnöke Váltai Irén, földszint hatos terem, ötödik B osztály, Hegedűsné Varga Ilona, földszint kettes terem, hatodik A Dór Barna, földszint hármas terem, hatodik B Bencenbuk Márta, földszint egyes terem, hetedik A osztály, osztályfőnöke Ambrós János, emelet 3-as terem, 7. B. Burka Lászlóné, földszint 4-es terem. 8. A osztály, Sebestyén László, földszint 7-es terem, és a 8. B. osztály, ezeknek a Balkáné Remény Ilona és ez az osztály földszint 5-ös teremben fog tanulni. Napközis csoportok, vagy csoport, első csoportot ugye még nem tudjuk, második csoport, Bozogini, Atódi Erzsébet, itt a Közsporti Iskolában. Befejezésül minden tanulónak és munkatársamnak eredményes, hasznos tanévet és jó egészséget kívánok, és ezennel Tibakházát, az 1999-2000-es tanévet megnyitom. Köszönöm. Köszönöm, igazgató kolléga, tanévító beszédét, és lehet, hogy azért hallatszik egy kicsit erősebbnek a zaj, mert zárt helyen vagyunk, de ennél nagyobb fegyelemhez vagyunk szokva egy-egy ünnepély alkalmával. Remélem, hogy még a hátralévő időben ezt bizonyítják is a jelenlévő tanulók. Mielőtt azonban a műsor végéhez érnénk, egy közölni való van. Tankönyv árusításra holnap és holnap délután lesz módunk, holnap 2-től 4-ig, holnap után, azaz csütörtökön, pedig 2-től 3-ig. Kérem az érintett szülőket, tanulókat, hogy ezeken a napokon, illetve ezekben az időpontokban vásárolják meg a tankönyveiket, felszereléseiket, mert további időpontban nem áll módunkban árusítani. Ezek után pedig műsorunk utolsó számaként énekeljük el a szózatot. Thank you.
Isten megjelenés részéről a megjelenést, hogy megtisztelték ünnepségünket jelenlétükkel. Az elkövetkezendő hétköznapokra jó munkát, nektek tanulói fűság, boldog új tanévet kívánok! Viszontlátásra! Yeah.
egymást. Úgyis Lászlóninak hívnak, Ildikó tanulmánynak. Szeretném, hogyha ti is elmondanátok, hogy titeket hogy hívnak, és az óvodában mi volt a jeletek, és mivel szeretetek legjobban a óviba játszani, jó? Akkor itt kezdjük. Állják föl szépen, és mutatkozzátok. Rami Krusike vagyok, és... A jelet mi volt az? Házikó. Házikós, mivel szeretnél a kutya Hát, Zolival meg Lacival néha szoktunk jó nagy várakat építeni a homokból. Azt szeretnél, igen. Mert valamikor építettünk egy ilyen nagyot is. Jó. Jól van, ügyes voltál. Kovács Betti vagyok, a jelen kettős karika, és a babaszabába szoktunk játszani. A babákkal, jó. Tessék. Ennek valóban hívnak. Hívnak, igen. És te mivel szeretsz játszani, Dávid? Csak van valami kedvenc játékod. Kis autókkal szeretsz játszani? Igen. Igen. Jó. Tessék. Kukus Martina vagyok. Körte volt a jelen. Betty-vel, Betty-vel szoktam látni. Kinte ott van. Kinte az ott van. Jó. Talán én is. Tudod, nem szoktunk ám vele, majd a végén megbeszéljük, hogy halljuk meg mindenképp. Jó? Jó. Tessék. Jó, Flóra-val szoktam játszani. Flórával, ő a barátnőd. Ugye? Igen. Jó. Tesszük. Csajbók Tündike vagyok, Pöttyös Kendő a jelen, és Nórával szoktunk játszani a babaszobában. Babaszobában, jó. Nóri, neked mi a jelen? Lupi. Lupi volt a jelen a Nóriba, ugye? Na, Alidával a barátnőd is. Anika vagyok, most mi volt a legjelen, babaszobába játszottam a babaszobában. Jó. Köszönöm. Kovács Zsolti. A neved, ugye? Mi volt a jelen Zsoltika? Ide is mivel szeret játszani? Ott pillanatban van egy éves. Évesen. Jó, hát hagyjátok a szünetben. Szilágyi Zoli vagyok, Fésni volt a lejjel, és szoktunk Tamival is játszani, meg Misivel, úgyhogy rendőröket is, mert sok minden. Rendőrös szoktatok elég, jó. Igen. Na. Angosszal menek, Román. Bónódi. Igen, és mi a jelentőt is? Mi volt a jelet? Napocska. Jó. Tessék. Szépen. Orvagy éves vagyok. Autó volt a jelen. Igen. Tüsivel szerettem játszani. Tüsivel építettél is benne. Mit építettél? Repülőket, mert autókat nem adok. Az igen. Ez a járműveket szeretted, ugye? Igen. Katerina vagyok, esendő volt a jelen, papockával szerettem a legjobban játszani. És mit építettél belőle? Várat. Várat. Jó, ügyes vagy. Sok ügyes kis fiú van, és látom, mert várat, nem kell megérni. Erika, na akkor te is mondd el, hívnám. Katerina vagyok, Tolibán volt a jelen, Falevén volt a jelen, és a
kísérletet játszunk. Te is a kisivel. Autókat is szereted? Van-e otthon? Én a robotokat. A robotokat szereted. Van a És mit szeretek játszani a Tillával? Yeah.
figyeltem, csak mindegy, ezzel után mentem.